és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből. És íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És íme egy égi hang ezt mondta, ez am az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. A Máté Evangélium a harmadik fejezet 16. és 17. verseit olvastam fel, folytatván a sorozatot, amelyben arról beszélgetünk reggelente, hogy mennyire biztosan hirdeti a Szent Háromság mindhárom személyét a Szentírás, mennyire sokszor együtt nyilatkoztak meg, vagy róluk szólva, mint ahogy tegnap említettem a jelenések könyve is, az Isteni Szent Háromság említésével kezdődik, és most Jézus élettörténetéből vizsgálva a keressége történetét ugyanezt tapasztaljuk. Ott a Jordán mellett, Megszólalt az Atya, a Mennyei Atya, aki a bűneset óta láthatatlan, aki a bűnnel nem tart fenn semmi kapcsolatot. Tehát csak akkor lesz látható ami mi Mennyei Atyánk, miután a bűnnek teljes története lezajlódott. A két ítélettel, a vizsgálati ítélettel, ami az igazak fölött ítélet, az ezer éves ítélet, ami a kárhozottak fölött ítélet. Miután minden-minden kitisztázódott, azután olvassuk a jelenések könyve 21. fejezetében, hogy az Isten sátora majd az emberekkel lesz, majd együtt lakozik újra belünk az az Isten, aki amikor megteremtette a mi földünket hűvös alkonyatkoraból a paradicsomban járt, de a bűneset után nem tudnánk elviselni a színről színre való látását, ezért mindig közvetítőn keresztül érintkezik velünk, és a látható közvetítő az ószvetségben oly sokat megjelenő Jézus Krisztus, mint akinek az epifániáiról már beszéltünk, és az inkarnációja, a testé levése, az epifánia csak megjelenést jelent, az inkarnáció már testé létel, tehát amikor Betlenben megszületik, Jézus Krisztus által tartott velünk kapcsolatot, és ma is a mennyei atyánk, és a Szentlélek által láthatatlanul, hiszen a Szentlélek így személyes formában, látható formában nem olvassuk, hogy megjelent volna emberi szemek előtt, annál inkább viszont belül, az emberi szívben, az emberi lélekben, az emberi tudatban, Úgyhogy apostolok cselekedeteiben majd ilyen kijelentéseket is olvasunk, hogy mondta a Szent Lélek. De itt most a Jézus kerességekor itt volt át a mennyei atya, és galamb formájú fényességben Jézus fölött megnyugodott a Szent Lélek. A Szent Éleknek több jelképe van a Bibliában, legalább húsz jelképet tudtam jó magam, Összegyűjteni, amikor a bibliai jelképek lexikonát írtam. Az egyik jelkép ez a galambformájú fényesség, amely a királyok első könyvének arra kijelentésére vonatkozik, hogy ő szelíd és csendes hang. Hogy a galamb is szelíd élőlény, szelíd szárnyas állat, galambformájú fényesség a szentéleknek az egyik jelképes megjelenése, majd fogunk találkozni a kettős tüzes nyelvekkel is, és más egyéb jelképeivel is a szentéleknek, és ott volt Jézus Krisztus, aki ugyan miért keresztelkedett meg, hiszen nem volt bűne, nem volt miért alámerülni a Jordán hullámaiban, és nem volt mire felhozza keresztelő János egy új életre, ő egészében új életet élt, tiszta, tökéletes, szent életet élt, de Jézus mégis azért keresztelkedett meg, hogy mi is kövessük ezt a példát, és felnőtt korunkban, ha bizonyságot szereztünk Istenről és munkáiról, akkor mi se legyünk restek, hogy a hozzánk kitartott, kinyújtott kezet elfogadjuk, és Jézus Krisztussal szövetségben éljük az életünket. Mindannyiunk számára ezt kívánom.